75. születésnapját tartja ebben az évben a Magyar Röplabda Szövetség, amely rangos rendezvényekkel igyekszik méltó megünnepelni a jubileumot. Ilyen a Serdülő Lány Európa-bajnokság, amelyet Szlovákiával közösen rendez Magyarország. Északi szomszédunknál Homonnal rendező város, hazai helyszínek pedig a női bajnokkal és kupagyőztessel büszkélkedő Nyíregyházát választotta a szövetség. A nyíregyházi rendezéssel kapcsolatosan minden olyan elvárás az abszolút le lett tisztázva, amely a rendezvénnyel kapcsolatos, és mi tudtuk azt, hogy jó helyre jövünk, hiszen mind az ingatlanok, tehát értelmezett a sportlétesítményt, a hotelek és az egész városnak a milliója is abszolút alkalmasra teszi egy ilyen szintű rendezvény megrendezésére. A csapattal szemben pedig egyértelműen az volt az elvárás, hogy a lehető legtöbbet és a legjobbat hozzák ki magukból. Ez egy jó korosztály, egy jó generáció, és nagyon örülünk annak, hogy már itt a belépő korosztályként tudunk nekik lehetőséget adni arra, hogy megmutassák magukat, összemérjék az erejüket európai élországoknak a hasonló korosztályú játékosaival, és így talán a későbbiekben is ki fogjuk tudni harcolni azt, hogy Európa bajnokságon vegyenek részt. A magyar serdülő válogatott 6 hete készül együtt, és a felkészülés jelentős részét már Nyíregyházán végezte a csapat. Belépő korosztályról lévén szó, a korábbi eredményekre nem lehet támaszkodni, de mint Kőnig Gábor szövetségi edző elmondta, bíznak abban, hogy harcban lesznek az első két hely valamelyikének megszerzéséért. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb motivációja nem lehet a csapatnak, hogy holnap megkezdjük azt, ami miatt szűk hat hete együtt vagyunk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a lányokban egy olyan pozitív löket lesz, ami nem teher, hanem sokkal inkább adrenalin lesz, és nagyon remélem azt, hogy amit előbb is már mondtunk a sajtótájékoztató berkeim belül, hogy megpróbáljunk mindent kihozni magunkból. Ebben a csapatban, hogyha oda tud figyelni, nagyon-nagyon sok van. Ezt megmutatták a felkészülési mérkőzések alatt. A kérdés az, hogy meddig tudunk figyelni, és hány napon keresztül tudunk igazán magas szinten játszani. Konkrétan eredményről nem beszéltünk a csapattal, pontosan azért, hogy ne nyomásként érezzék. Én úgy gondolom, hogy fogunk itt olyan mérkőzést játszani, ami esetlegesen azt is jelentheti, hogy tovább jussunk a csoportból. Itt a kérdés az, még egyszer mondom, hogy meddig tudunk olyan szinten és annyira koncentráltan játszani, hogy az elég legyen. A magyar válogatott először szombaton 17:30-as kezdése Csehország ellen lép pályára. Vasárnap ugyanebben az időpontban Belgium, majd hétfőn szintén 17:30-kor Lengyelország következik a sorban. Egy szünnapot követően szerdán Törökország, csütörtökön pedig Oroszország ellen lép pályára a Continental Arénában Kőnig Gábor együttese. A csoport első két helyezettje marad Nyíregyházán, hozzájuk csatlakozik a homonnai csoport két legjobb csapata, ők játszanak az érmekért. A szombati elődöntőket követően a bronzmeccset és a döntőt július 18-án játsszák majd. Az Európa-bajnoksághoz kapcsolódóan felépítettek a Kossuth téren egy röplabda pályát, amelyet a jövő hétvégéig bárki használhat.